Magyarok méltóképpen emlékeztek meg a 161 évvel ezelőtti forradalomról és szabadságharcról. Az emlékezést azonban az idén beárnyékolta a kárpátaljai magyar történelmi emlékhelyek elleni támadások. Ungváron a város és a környék magyarsága igen nagy számban jelent meg Petőfi Sándor festéktől megtisztított szobránál. Az ünnepi fogadáson a kárpátaljai közélet két jelentős képviselőjének nyújtottak át magas magyar állami kitüntetést. Bojkó Miklós, az Ungvári Egyetem professzora, több évtizedes munkásságának elismeréseként vehette át a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjét. Az árva és a hátrányos helyzetű gyerekek körében végzett eredményes munkájáért a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével tüntették ki Katkó Lászlót, a nagydobronyi református gyermekotthon igazgatóját. 74 és 70 gyerek között vannak árva eldobott, vagy olyan családokból gyerekek, akik rettenetes körülmények között éltek. Nem csak én érdemlem meg, hanem a többi munkatársaimnak is egy-egy pici részt illene belőle adnom. Az ünnepségen a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulátusa 1000 eurót adományozott az ungvári magyar tannyelvű Drugett gimnáziumnak az oktatás technikai feltételeinek javítására. Kárpátalján a vasárnap a nemzeti ünnep jegyében, azonban a március 15-e előtt megrongált három magyar emlékmű miatt feszült hangulatban telt. A KMKS központi nagygyűlésén Beregszászon a szónokok a szabadság eszméjének fontosságára hívták fel a tömeg figyelmét. Mindenképpen lehetősége van a magyar embereknek arra, hogy jelezzék, hogy ők mégis szabad embernek tartják magukat. Szabad emberként biztosítani akarják, hogy ősapáink ne legyenek kárhozottak, és nyugodtan nyughassanak a földbe, mert ha szabad emberek járnak ezen a földön, akkor az nem szolgaföld. Az, hogy önként eljönnek egy ilyen rendezvényre, az kétségtelenül egy szabad emberhez méltó gesztus. Az itt élő magyarságnak az az érdeke, ami Ukrajna népeinek is az érdeke, hogy minden erővel megküzdjenek az ilyen szélsőségesek ellen, és ne engedjék, hogy az ilyenfajta provokatív magatartás az akárcsak a legkisebb támogatást kapja valamely jelentős politikai erő részéről ebben az országban. A Verecké és a Potheringi emlékmű után március 15-ére virradóra az ungvári Petőfi szobor vált rongálás áldozatává. Az egész szobrot fehér festékkel öntötték le. A helyi magyarok azonban délutánra, a koszorúzás időpontjára megtisztították a szobrot, hogy méltón ünnepelhessék március 15 hőseit.